A kormány legújabb járványügyi intézkedése nyomán sorra nyitják meg ügyfélszolgálati irodáikat a szolgáltatók. Az MVM ma nyitotta meg ügyfélszolgálati irodáit. Kecskeméten ráadásul szintén mától egy helyen intézhetik gáz- és áramfogyasztással kapcsolatos ügyeiket a fogyasztók. A szolgáltató tájékoztatása szerint az Izsáki úti szélkapáruházban a benzinkút felőli oldalon egy korábbi földszinti cipőbolt helyén nyílt meg a közös ügyfélszolgálat, és ezzel együtt a régi irodák megszűntek. A szolgáltató csak időpontfoglalással fogad ügyfeleket. A hulladékszállító DTKH Nonprofit Kft. Szolgáltatási területén csak részlegesen nyit. Két kecskeméti irodájuk viszont megkezdi működését április 12-én hétfőn. Szintén hétfőn nyitja ki ügyfélszolgálati irodáját a Kecskeméti Városüzemeltetési Kft. Ismét lehetőség van továbbá személyes ügyintézésre a Termosztár Kft. Akadémia körúti ügyfélszolgálatán. Április 8-ától, közel egy hónap után, a megszokott nyitvatartással, a szükséges óvintézkedések betartása mellett várja ügyfeleit a kecskeméti távhőszolgáltató. A Bácsvíz ZRT-nél egyelőre nincs személyes ügyfélfogadás, továbbra is elektronikusan lehet intézni az ügyeket. Április 16-áig szünetel az ügyfélfogadás a kecskeméti polgármesteri hivatalban is. A polgárokat arra kérik, hogy ügyeiket telefonon, e-mailben vagy elektronikus úton intézzék.